Köszöntöm a kedves nézőket! A mai biztonsági zóna témája az illegális szemétlerakás Ferencvárosban. Mennyire jellemző az illegális szemétlerakás Ferencvárosban? Tavaly évben 2015-ben 54 helyszínen találtunk illegális hulladékot. Ebben az évben 2016-ban szeptember 30-áig 98 helyszínen nőtt. Tehát igazából nagy probléma. A Ferencvárosi Közterületfelügyelet milyen módon kapcsolódik be ebbe a tevékenységbe, mármint a szemétnek az eltüntetésébe? A Ferencvárosi Közterületfelügyelet két mozonatát végzi ennek a tevékenységnek. Az egyik az ugye a felfedező rész. Ugye vannak olyan részek, ahol amik már kamerával fedettek, ezeket bent a közterületfelügyeletnél rendőrök és közterületfelügyelők nézik, és van erre egy reagáló egység, aki erre a felhívásra kimegy a helyszínen, valamint ugye a felmérését végzik ennek a illegális hulladéknak, és az továbbítják a különböző társszervekhez, akik az elszállításáról, kezeléséről gondoskodnak. Évi lebontásban nézve milyen költségei vannak az illegális szemét elszállításának Ferencvárosban? Évente 20 millió forintba kerül az önkormányzatnak, plusz hozzá kell adni a közterületfelügyelet és a rendőrség, valamint a kormányhivatalnak a működési költségét, amit erre áldozunk. Tehát ugye most november 1-től két helyszínen is, az Aszódi lakótelepen, valamint a középső Ferencvárosba indítottunk egy közös rendőrközterület felügyelő párost, akinek az elsődleges feladata a köztisztasági szabásértések visszaszorítása, tehát a illegális hulladéknak a visszaszorítása. Ez sem olcsó, de még mindig olcsóbb, mint hogyha ez a szám tovább nőne, hiszen, mint említettem, 54 helyszín volt a tavalyi évben, az idei évben 98, és úgy néz ki, hogy ez egyre jobban burjánzik. És mennyire könnyű vagy nehéz elfogni az illegális szemétlerakókat? Sikerül azért elfogni őket? Igen, most elmúlt év tapasztalatából és az idei tapasztalatából is igen, több mint 50 illegális szemetelőt tudtunk beazonosítani, így megindítottuk a különböző szerveknél az eljárást, és komoly pénzbírságot, 50-100 ezer forintos pénzbírság kiszabására került sor fejenként, személyenként. Egyébként nagyon nehéz, ugye két módon lehet őket elkapni. Az egyik az, hogy mint említettem, a kamerarendszerünk már olyan, hogy vannak olyan helyszínek, amit kamerával meg tudunk figyelni. Ha gépjárművel viszi valaki a szemetet ugye a rendszer alapján, akkor egyből be tudjuk azonosítani. Egyébként pedig ugye a felvétel készül róla, és a kollégáink érdeklődnek a környéken, hogy ismerik-e az elkövetőt. A másik pillér a rendőrség körzeti megbízotti rendszere, ahol ugye a körzeti megbízottak tudnak segíteni a beazonosításban. És mit lehet tudni az illegális szemétlerakókról? Tehát kik ők, honnan jönnek ők? Beazonosított elkövetők alapján ugye megállapítható, hogy a illegális hulladék 90%-at a helyi itt lakó, vagy itt dolgozó, itt élők rakják le, és körülbelül 10%-a az, amit más kerületekből, vagy akár még vidékről is hoznak ide. Ilyen építési hulladék, vagy valami hasonló, nagyobb mennyiség gumi, ezeket szokták így a vállalkozók. Vagy már az a 10%, ugye? Ez a 10%, és a 90%, amit lát, itt is van például egy, amit ma reggel szedtek össze, ágyak, különböző háztartási eszközök, hulladék, akár ételmaradék, ilyeneket is találtunk már. Jogi szempontból nézve, milyen módon tudjuk elkülöníteni egymástól a különböző hulladéktípusokat? Megmondom őszintén, ez sajnos igen nehéz. Eredetileg az a meglátásunk volt, itt több szervvel egyeztetve, hogy az alapvető különbség az, hogyha veszélyes hulladék vagy építési törmelékről, hulladékról van szó, akkor az ugye bűncselekmény és a rendőrség hatáskörébe tartozik, míg az egyéb dolgok a kormányhivatalhoz. Azóta volt ilyen úgynevezett hulladékkonferencia ugye az önkormányzatnál,
És ott azért az derült ki számomra is, hogy azért ez nem annyira egyértelmű. Így nem lehet ennyire sarkosan megállapítani azt, hogy most akkor kihez tartozik. Nyilván bármelyik típusú hulladék elhelyezés az probléma, egyrészt a lakosság szempontjából zavaró, a környezetet veszélyezteti, tehát mindenképpen egy kiemelten súlyos cselekmény, akár bűncselekménynek, akár egy szabálysértésnek minősül. Milyen eszközei vannak a közterület felügyelőnek? Tehát, hogyha éppen az utcán szolgálatban észreveszi, hogy illegális hulladékot tesz le valaki, mit tehet? Ez is egy kicsit olyan, hogy a szabálysértési törvényben két cselekménytípust különböztetnek meg. Az egyik egyszerűbb változat az, amikor valaki mondjuk elhullajt egy papírzsebkendőt, eldob egy túrórudi papírt, és ebben a kisebb súlyú cselekményekben jogosult a felügyelő helyszíni bírság kiszabására, ugye, hogyha tetten éri az elkövetőt. Azonban, hogyha ilyen nagyobb mennyiségű hulladék lerakásáról van szó, ott sajnos a felügyelő nem jogosult helyszíni bírságolni, még akkor sem, hogyha tetten éri az elkövetőt. Viszont azért egyéb eszközei természetesen vannak, tehát visszatarthatja az elkövetőt, igazoltathatja, és hát természetesen egyéb hatóság segítségét kérheti, hogyha menekülne vagy elmenne az elkövető, a rendőrséget nyilván ki lehet hívni. Ugye, hogyha leigazoltatja ott a helyszínen, mindenféle körülményeket. Persze, jogosult igazoltatni, sőt, hogyha az elkövető nem adja oda a személyes iratait, tehát nem igazolja magát, akkor az ráadásul egy másik típusú szabálysértést követel vele, úgyhogy kell, hogy igazolja magát természetesen, ugye a felügyelő hivatalos személy. Ha valaki az első típusú elkövető, aki kisebb szemetet helyez el, akkor mekkora lehet az a bírság, amit a közterület felügyelő kiszabhat ilyen esetben? Vagy ez először egy kicsit pontosítanám, hogy itt nem is az, hogy kisebb típusú hulladékot helyez el, igazából a cselekmény az maga beszennyezés szóval használja, tehát a közterületet beszennyezi, tehát nem is az, mert lerak egy vödörnyi hulladékot, akkor igazából már az is a második eset, de 5-től 50 ezer forintig szabhatnak ki helyszíni bírságot, tehát azért lehet visszatartó ereje, ugye. Nyilván itt a felügyelő mérlegel, hogy milyen típusú, mennyire veszélyeztette ott a környezetet. Ha kevésbé, akkor ő jogosult azért a minimális 5000 forintot kiszabni, hogyha valami kiemelkedő súlyú, vagy már többször látták, hogy ezt a cselekményt elköveti, többször érték tetten, akkor nyilván a felügyelő megteheti, hogy nem 5000 forintot, hanem 50 ezret szab ki. És hol van a határ a beszennyezés és a nagyobb mennyiségű illegális hulladék elhelyezése között már jogi szempontból nézve? Hát ez nem is jogi szempontból, ez tényleg, tehát ha mondjuk összekenem a falat egy csokival, vagy ahogy eldobtam egy papírt, de ugye a hulladék lerakás az meg effektíve, hogy oda hord egy hulladékot, kivisz egy kádat, lerakja a közterületen. Tehát az a lerakással és az otthagyással valósul meg. Mennyire fogadják el az elkövetők azt, hogy eljárnak velük szemben a közterület felügyelők? Az az igazság, hogy a tettenérés sajnos ritka, de amikor tettenérjük az elkövetőt, akkor azért úgymond együttműködő, mert ha lehet ezt a szót használni. Talán egy eset volt, amikor ott azért vita és konfliktus alakult ki, de a többi esetben, hát ha már lebuktak, gondolom, akkor azt gondolják, hogy hát ez van. Elég sokszor például a szelektív gyűjtők környékén azt tapasztaltuk, hogy ott úgy rá is csodálkoznak az elkövetők. Tehát ugye nem gondolja azt, hogy ha nem fér be a gyűjtőbe és mellé teszi, azzal ő jogsértést követel. A lakossági bejelentést milyen módon lehet megtenni abban az esetben, hogyha valaki mondjuk észleli, hogy illegális szemétlerakás zajlik? Nyilván az időtől is függ, hogy ezt mikor észleli, valószínűleg éjszaka lesz, vagy az ilyen késő esti órákban. Ez a legjobb a zöld számunkon bejelenteni, ott ugye az a zöld szám a térfelügyeleti központunkban kezelik, ahol ugye 24 órás szolgálat van, tehát rögtön tudnak jelezni a kint lévő közterület felügyelőnek. Figyeljék a biztonsági zónát jövő héten is, mert következő adásunkban az illegális szemétlerakók nyomába eredünk.